Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Kedves gyerekek, sok szeretettel köszöntelek benneteket. Most is Isten igéjével foglalkozunk, gyermekeknek a Bibliáról lesz szó. Én egy bibliai történetről fogok veletek beszélni, aminek az a címe, hogy átkelés a Jordánon, a Jordán folyón. Talán tudjátok, emlékeztek is arra, hogy Isten népe kivonult Egyiptomból, és nehéz, kemény útat tett meg. A cél, ahova szerettek volna eljutni, az Kánaán volt, a tejjel mézzel folyó föld, az ígéret földje. Hosszú évek teltek el, mire eljutottak az ország határához, Kánaán közelébe jutottak, és most innen, erről a pontról, nézőpontról figyeljük a történetet, amiről a Biblia szól. Isten népét ekkor egy nagy, erős ember vezette. Úgy hívták, hogy Józsué, Józsué bácsi. Ugye? Könnyen meg is tanuljátok a nevét. Józsué. Ő Mózes bácsinak volt a tanítványa. Sokszor segített Mózes bácsinak. Tanult tőle. Mózes bácsi kikérte tőle még a házi feladatokat is, hogy megcsináltátok, megkérdezte tőlük, na, János, kész a házi feladatod, Józsué, a számtan példát megcsináltad? Szóval Józsué minden nap ott volt Mózessel, tanította őt Mózes, és majd ő lett a nagy hadvezér, aki beviszi Isten népét a Kánaán földjére. Hát megérkeznek Kánaán földje határához, és egy folyó választott el őket, így hívják ezt a folyót, hogy a Jordán. Gondolkoztak rajta, hogy hát hogy jutnak át a túlsó partra. Egyszerű felszereléseik voltak. Tehenek, birkák, kecskék, szamarak voltak a hátuk mögött, meg a nép, sok ember volt, egy egész nép volt, és hogy ezek hogy jutnak át a Jordánon. Marika néni nem tudott úszni. Pista bácsinak húzta a görcs a lábát, hogyha a videg, hideg vízbe kellett volna lépni. Meg aztán, tudjátok, ez a Jordán akkor széles volt, és ez a Jordán mély volt. Úgyhogy nem tudtak volna átkelni az egész nép, hát a tehenek se tudnak úgy úszni. Talán a kecskék még valahogy csapkodnak a körmükkel, de nem mindenki, a libák, hát még a libák azok tudtak volna úszni, meg a kacsák, amik velük voltak. És hát a nép megérkezett a Jordánhoz, már késő délután volt, és imádkoztak, hogy mit évők legyenek. Imádkozott Józsué bácsi is, hogy hogy vezesse át a népet a Jordánon. És akkor azt mondta Józsué a népnek, hogy hát mindenki állítsa fel a sátorát, ágyazzon meg, mindenki mosson lábat, kezet, nyakat, és
törülközzenek meg, és énekeljék el az altató dalt, és csukják be a szemüket, és aludjanak. Aludjanak szép álmokat. Józsi pedig imádkozott. Uram, hát hogy is jutunk el az ígéret földjére? A nép ott aludt. Szép csillagos volt az ég, és az emberek nagyon várakoztak, hogy mi lesz? Hogy jutunk be az ígéret földjére? Itt van az akadály, a Jordán folyó. Reggel, korán reggel már sokan kinyitották a szemüket, a tehenek bőgtek, bő, bú, 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 bú. A tehenek, a kecskék is, a tyúkok is hangot adtak, a kakasok is, ilyen hangokat adtak. El tudjátok képzelni, hogy a libák is gágoktak, a kacsák is mindenféle dolgot mondogattak, és akkor kezdett felkelni a nap, szép pirkadat volt, gyönyörű volt a napkelte, és felébredtek. Józsué azt mondta nekik, hogy mosakodjatok meg, tisztuljatok meg, de ne csak a port mossátok le magatokról, hanem a szíveteket is. A szíveteknek is meg kell tisztulni. Ott belül bánjátok meg a bűneiteket, és akkor az Úr megtisztítja a szíveteket. Milyen csodálatos lesz. Meg fogtok tisztulni, mert az ígéret földjére piszkos szívvel nem lehet bemenni. És Jézus is azt mondta, hogy Isten országában nem lehet szürke szívvel bemenni. Isten országában nem lehet fekete szívvel bemenni, hanem fehér szívvel, tiszta szívvel. Mossuk meg a szívünket, imádkozunk. Ha imádkozunk, akkor megtisztul a szívünk. Az Úr megtisztítja a szívünket. Hát erre a nép megmosdott a szemüket, és megmosták a fülüket, az arcukat, nyakukat, és akkor imádkoztak, hogy Uram, tisztíts meg, hogy én tiszta szívvel mehessek be az ígéret földjére. És aztán, mikor készen állt a nép, hogy bemenjen az ígéret földjére, Józsué előszólította a papokat, a lévi papokat. A lévi papoknak olyan feladata is volt, hogy a sátrat összeállították, a szent sátrat, meg a különböző eszközöket, ami az Isten tisztelethez tartozott, azokat ők kezelték, és a szent sátorban volt egy ilyen téglalap alakú láda, egy ilyen hosszú, nem olyan magas láda, amit arannyal vontak be, még Mózes idejében arannyal vontak be, és ebbe a szövetség ládába így hívták, ebbe tették bele a 10 igét, kőtáblára volt írva a 10 parancsolat. A 10 parancsolatot beletették ebbe a kőtáblába, ebbe a kőtáblában volt írva ugye a 10 parancsolat, és a szövetség ládába beletették. És aztán visszahelyezték a szövetségláda fedelét, és a szövetségláda mind a két oldalán volt két karika, és egy ilyen hosszú rudat, két
rudat tettek egyet-egyet az oldala mellett, és négy ember fogta a rudat. Egyik oldalon az egyik lévita pap, a másik oldalon a másik lévita pap. Hátul is az jobb oldalon az egyik lévita pap, mögötte a másik lévita pap. Hányan is vitték akkor a szövetségládát? Ketten? Hárman? Ugye? Négyen vitték a szövetségládát. Nos, akkor előszólította Józsué a négy papot, hogy fogják meg akkor a rúdat, emeljék föl a szövetségládát, és hát imádkozzanak, hogy nyíljon ketté a Jordán vize. Hogy nyíljon ketté a Jordán vize, mint hogy a Vöröstenger is ketté nyílt a nép előtt, hogy most nyíljon ketté a Jordán vize, hogy legyen út, amin átmennek. Hát mi történik? Akkor imádkoznak. Józsui is ott volt, és teljes szívével imádkozott. Uram, nyíljanak meg a Jordán hullámai, váljon ketté. El tudjátok képzelni, hogy milyen különös dolog volt? És az imádságra kezdett szépen visszahúzódni jobbra is, balra is a Jordán vize, és egy út képződött. A víz teljesen visszahúzódott, két oldalt állt, és akkor Józsi azt mondta a papoknak, hogy induljatok el a szövetségládával, és menjetek egészen a Jordán közepébe, és álljatok ott, hogy a nép bátran átvonulhasson a Jordánon, nehogy azt gondolják, hogy még Pista bácsi meg Mari néni átmennek, és utána összecsukódnak a hullámok, és akkor mi lesz, hanem álljanak ott a papok a szövetségládával, hogy a nép bátran átkeljen a Jordánon. Ott közben voltak 12 férfi, ott emlékköveket is tettek le, hogy a nép átkelt a Jordánon. Ugye, voltak, akik sanda szemmel néztek jobbra, balra, hogy nem zúdul-e ránk a víz, nem ömlik-e ránk a víz, mert én nem tudok úszni, mi lesz akkor velem. De jöttek mégis a bátor emberek, mentek a kecskék, a birkák, minden mentek, és átkeltek a Jordánon, képzeljétek el. Végül is a papok is elindultak, a lévita papok, szépen, komótosan elindultak a Jordán közepéből is. Igyekeztek a túlsó partra, ők bátran hitték, hogy a víz addig nem tér vissza a medrébe, amíg ők ki nem jutnak a partra, és szépen mentek a szövetségládával. Minden lépést meggondoltak a szívükbe, imádkoztak, énekeltek, az Urat magasztalták is, és végül a papok is partot értek, kimentek a partra, vitték a szövetség ládáját, és aztán ott a parton lehelyezték, letették a földre, amikor már mindenki átkelt a Jordánon. És képzeljétek el, hogy már ott volt a nép a parton. Ott volt a nép a parton. És mindenki csodálattal nézte a Jordánt, hogy ott áll két oldalt
a víz magasan, több méter magasan áll a víz, szilárda. És hogy mindenki átjött, még az utolsó kutya is, macska is, minden, még a kakas, a késedelmes kakas is átjött, mindenki átjött. És akkor a nép nézte a Jordánt, és dicsőítették Istent, hogy átvezette őket a túlsó partra. És ahogy figyelték a Jordán vizét, egyszer csak mozogni kezdett a szilárd vízfal, mozogni kezdett, és csepegni kezdett, aztán szivárogni kezdett, és szépen megindult a víz, és visszatért a medrébe, és úgy folyt továbbra is, mint azelőtt. Lezárta az utat, nincs visszaút. Így van ez, gyerekek, hogyha mi is az Úr Jézus Krisztus megismerjük, és elhisszük, hogy ő szeret minket, hogy ő a megváltunk, akkor nincs visszaút, hogy elhagyjuk őt, és rosszalkodva, gonosz módon éljünk, hanem menjünk előre, kövessük az Urat. Józsué bácsi az élen van, az asszonyok doboltak, a férfiak táncoltak, boldog volt mindenki, megérkeztek az ígéret földjére. Dicsőség Istennek, hogy majd egy napon, akik hiszünk Jézus Krisztusba, mi is megérkezünk Isten országába, mert van Isten országa, és van kárhozat. Én pedig Isten országába szeretnék megérkezni, és nem a pokolba.